él az Úr áll ígérete, ördög s világ minden csele megszégyenül rajta. Nyitott szívvel hallgassuk az evangéliumot, mai napi őszövetség ige szakaszon részletét, a János írása szerinti Szent Evangélium 20. fejezetének 11. és azt követő versét. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, belejött a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt. Az egyik fejtől, a másik pedig látott. Azok észültek hozzá. Azt, miért sírsz? Ő ezt felelte neki. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom hova tenni. Amikor ezt mondta, hátra fordult. És látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus iszult hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Én gondolt, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vinted előtt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus belé szólította Mária. Mária megfordult, és így szólt hozzá héberül. Rabboni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki. Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elment a Magdalai Mária és hírulat hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békességnek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Yeah.
láttam az Urat. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltak. Eddig Istenünk írott igényen, a gyülekezet fogalja. Kedves testvérem, szeretett ünnepű gyülekezet. Miért sírsz? Kérdezte Jézus Máriától. Ez egy olyan kérdés, amit mi is gyakran megkérdezünk egymástól, de akkor, azon a reggelen, ez a kérdés valahogy másként hangzott Jézus szájában. Miért sírsz? Kérdezi a szülő, mert látja, hogy a gyermekét valami bántja. Miért sírsz? Kérdezünk egymástól, amikor elvesztettünk valakit, vagy az élet elhaladt mellettünk. Amikor az orvosnak rossz hírei vannak, vagy amikor úgy érezzük, hogy nehézé vált előteremteni a család számára szükségeset. Vagy kérdezünk egymástól, amikor mások szavai ostorként csípnek, vagy csattannak a hátunkon. Miért sírsz? Ezt kérdezi Jézus is Máriától. Pedig pontosan tudja, hogy Mária mit élt meg, és miken ment keresztül azokban a napokban. Kérdése mégis különbözik minden olyan kérdéstől, mint amelyeket mi teszünk fel egymásra. A mi kérdéseinkben sokszor benne rejlik a tudatlanság, benne rejlik a sajnálat, benne rejlik az együttérzés, a felkínálás, hogy hajlandóak vagyunk segíteni, hajlandóak vagyunk végigkísérni ezen a rögös úton, és ameddig engedett, elmegyek veled. De amikor mi kérdezünk ezt egymástól, hogy miért sír a másik, abban mindig benne van az az érzés, hogy bizony könnyen előfordulhat, hogy én nem tudok segíteni a másik baján. Bizony könnyen meg lehet, hogy nincs hatalmamban az, hogy változtassak a dolgokon. Meghallgatni, együtt érezni, és közösen reményt keresni. Ez az, ami megadatott nekünk embereknek. De amikor Jézus odalép Mária mellé, és annyit kérdez tőle, hogy miért sírsz, akkor valami olyan hatalomról ad bizonyságot, amelyet ember el sem gondolhat. Mert a feltámadt Krisztus kérdése tele van erővel, és tele van hatalommal. Kérdésében egyfelől benne rejlik az az indulat, hogy őt érdekli, hogy mi történik az emberrel. Kedves testvérem, amikor a feltámadt Úr ma odalép melléd, és megkérdezi, hogy miért sírsz, akkor a legszemélyesebben szól hozzád, mert azt közli veled, hogy pontosan tudja, hogy hol vagy. Pontosan tudja, hogy mélyen vagy, vagy magasan. Tudja, hogy mi a szíved és lelked kívánsága. Tudja azt, hogy mit tettél, és hogy mit tettek veled. Jézus pontosan tudja azt, hogy jót akartál, és hogyha tehetnéd, akkor visszapörgetnéd az időt. Tudja azt, hogy ha rajta múlna, akkor mindenkit felemelnél, és ennyi érzés és tapasztalat után már másképpen cselekednél. Amikor Krisztus ma azt kérdezi tőled, hogy miért sírsz, akkor biztosít téged arról, hogy megérti a lényedet, mert ő maga is ember volt. Ő maga is tudta,
igen törékenynek lenni. Tudja jól, hogy milyen érzés az, amikor mások döntenek feletted. Miért sírsz? Kérdezi ő, és amikor ezt teszi, azt jelzi, hogy észrevett téged. Észrevett téged, aki arra vársz, hogy megszólítsak. Aki arra vársz, hogy felemeljenek, hogy valaki mellét szegődjön. Észrevett téged, aki arra vársz, hogy ezt a nehéz tarisznyádat valaki levegye a válladról, és segítsen cipelni azon a hosszú, rögös úton. Miért sírsz? Ez a kérdés annyit jelent, hogy észrevettelek, és számított rád. Másfelől Jézus kérdése abban is különbözik, hogy ő nem csak együttérzésből és sajnálatból kérdezi ezt Máriától. Ő azért kérdezi, mert ő maga meg tud változtatni mindent. Ő maga az, aki olyan hatalommal teszi fel azt a kérdést, amelyben benne rejtenik az, hogy ő letöröl minden könnyet a szemünkről. Az ő kérdésében benne rejtik az, hogy húsvét hajnalán minden széttört, és mindenki végleg megértette, hogy a sírók miért is lehetnek boldog. Mert amikor Jézus ma azt kérdezi tőled, hogy miért sírsz, akkor nem csak, hogy észrevett és rád tekintett, hanem melléd is állt. Azt mondja neked, miért sírsz, hiszen én itt vagyok, és velem együtt minden lehetséges. Lehetséges a talpon maradás, és lehetséges a gyógyulás. Lehetséges az újrakezdés és egy másik esély. Lehetséges meghallani a már régen elfelejtett szót, és megtalálni a már régen elvesztett utat. Mert amikor Jézus Mária mellé lép, akkor szavai olyan erővel hatnak, amelyből Mária számára azonnal világossá válik, hogy ez a kérdés minden emberi kérdésnél különbözik. Különbözik ez, mert ez máshol szól. Mert Jézus kérdésére Máriának nem a gondokat kell sorolnia, hanem észre kell vennie, hogy mindaz, amitől eddig rettegett, hogy mindaz, ami eddig a markában és a hatalmában tartotta, úgy húsvét hajnalán végleg megszakadt. Azon a reggelen végleg összetört, mert a feltámadott Krisztus odalépett mellé. Ez a kérdés sokkal inkább azt jelentette, hogy vedd végre észre, hogy húsvét hajnalán minden összetört, amiért sírtál. És minden, ami miatt addig össze voltál törve, az megszűnt. Mert a feltámadt Krisztus meglátott, és mellén szegődött az úton. Éppen úgy, mint amikor egy rabbi fiatal tanítványait oktatta, de a fiatal tanítványoknak nehéz volt megérteni azt a részt, hogy valóban élet, békében élő embert arról ismerni fel, hogy a legnagyobb nehézségek közepette is megtartja a mosolyát. Amikor az idős rabbi elmondta, hogy az ő életében soha nem volt olyan igazán nagy nehézség, akkor a tanítványai még hevesebben kérdezték tőle, hogy de ez hogyan lehetséges? Erre az idős rabbi annyit
mondott, hogy amikor valami probléma jött az életébe, nem azt mondta, hogy Istenem, de nagy problémám van, hanem azt, hogy probléma, nekem nagy Istenem van. Amikor Jézus odaállt Mária mellé, és megkérdezte tőle, hogy miért sírsz, akkor a legnagyobb húsvéti örömhírt közölte vele. Mert jelenléte, kérdése, és mindaz az erő, ami a szavaiból áradt, nem csak, hogy letörölte a könnyeket, hanem egyszerűen Mária fel is ismerte, hogy ő az a feltámadott, a halált legyőző és mindenen felül kerekedő Úr. Erről tanúskodik az is, amit Mária továbbadott a tanítványoknak. Annyit kellett neki elmondani, hogy látta az Urat. Látta Krisztust. De mindez azért vált lehetségessé, mert Krisztus észrevette az ő könnyeit, meglátta nyomorúságát, és hirdette neki, hogy ő hatalmasabb mindennél, ami nyomasztja az életét. És amikor Jézus a hegyi beszédben azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, akkor ő már pontosan tudta, hogy vigasztalást csak is az ő feltámadása fog hozni mindenkinek. Kedves testvérem, Ravasz Lászlónak van néhány gondolata ezzel a boldogmondással kapcsolatban, hogy boldogok, akik sírnak. Hadd osszam most ezt meg veletek. Megdobbanom. Mintha eddig meg nem látott ajtó elé állítana a fájdalom, amelyen át eddig ismeretlen szentélybe léphetünk. Homályos érzés kell bennünk. Nincs itt más segítség, csak Isten, és úgy érezzük, hogy az Isten vigasztalása oly felséges lehet, hogy azért érdemes volt hordozni a kint. Mint ahogy a gyermek akkora legszebb, mikor könnyein át mosolyog, mint ahogy a napfényben rejlő színgazdagság csak akkor bomlik ki, mikor a sugár síró fellegeken törik meg. Úgy a lélek is akkor lát meg legtöbbet Istenből, tehát akkor válik legmélyebbé, legszebbé, leggazdagabbá, mikor az Isten megvigasztalja. Boldogok a sírók, mert ők megvigasztaltatnak. Mondotta Jézus, és úgy érezzük, ebből a vigasztalásból egyetlen egy csepp megéri a könnyen számolát. Miért sírsz? Kérdezte Jézus, és közben hirdette a legnagyobb örömhírt, hogy ő húsvét hajnalán minden sírónak vigasztalást és reménységet hozott. Én kívánom, hogy adjon nekünk erőt és reménységet a mindenható Isten, hogy mi is meg tudjuk látni,